Na, sziasztok! Hát Marosvásárhelyről elhoztam az autómat, körülbelül. Spontán jött az egész. Ez egy Audi TT MK1 Quattro, 1.8 turbo, van most motorkód, az azt jelenti, hogy 224 lóerő, gyárilag, volt valamikor. Mint minden videóban szereplő autót, természetesen ezt is lekérdeztem a CarVertica-ra, ahol hál' Isten nem találtam semmi extrát, nem úgy, mint ennél az autónál. Próbálta a tulaj úgy fényképezni az autót, hogy ne látszódjon se a rendszám. Azért a szemfülesek itt-ott-amott kiszúrhatták a rendszámot, úgyhogy ennek örömére le is kérdeztem, mert az ilyen eseteknél a legtöbbször valamit titkol a tulaj, és látjátok, hogy kilométerről állás problémája is van az autónak. Itt kezdődnek a tevékenységek, lopott nem volt, viszont a kilométerről állással, mint látjátok, elég csúnyán szórakoztak. Még pont annyit, hogy egyébként ez eladásnál nem lenne feltűnő, viszont a rendszerben már rögzítve van, úgyhogy sérülése viszont elméletileg nem volt, bár ezek után ki tudja. Alapadatokat itt látjátok, és itt vannak a képek 2017-től. Hí, ez az alvásszám azért elég kemény. Púl szét van repedezve a festék, meg minden. Hát srácok, nem is fűzök többet ehhez hozzá. Pontosan azért, hogy az ilyen autókat elkerüljétek, ajánlom vétel előtt a CarVertica-ra lekérdezni. A linket szokás szerint megtaláltok a leírásba. Elég sok módosításon átesett. A dolgokat, amiket tudnák róla mondani, szürke volt, jelenleg 280 lóerő körül van, 380 Nm. Van rajta egy utángyártott ASA BBS Felni, 18 szolós, újrafújva, pereme szürke, nagyobb fékeket kapott, hűtötteket, Rottinger tárcsa körbe. Igen. Nagyon meg vagyok elégedve vele, nagyon gyorsan visszahűl. Amit tudok ajánlani mindenkinek, hogy ne versenybetéteket vegyetek ehhez a tárcsához. Nagyon fog nyitorogni, még az utcai betétekkel is nyikorog, de viszont sokkal jobb a fékhatás. Sokkal hamarabb megfogja az autót, és jobb a fékhatás. Gyorsabban kopik, időigényesebben kell cserélni, de viszont egy ekkora teljesítmény szerintem belefér. Motorolajból nagyon sokat kipróbáltam viszont nála. Nagyon sokan a Castrol 10V60-ast ajánlották, hát nekem felfőzte, sikerült felhabzani az egész motorba. 4 átmosás után most került bele egy Racing Mobil van 5V50-es. Ez elég jól muzsikál. Igen, tudom, az 1.8 turbókra azt mondják, hogy eszik az olajat, hát lekopogom, nem eszi az olajat egyáltalán, szerencsémre. Az egész autót az egyik barátom építette, a TESZ. TT-kkel foglalkozik már több mint 7 éve, neki is TT-je van, ugyanilyen. A külsejét azt Marosvásárhelyen a Carbon Tuningnál fóliázták, teljes fóliázás van rajta. Elő-hátul a lámpák meg vannak csinálva DRL csíkra, tehát hogy futófényre. És ha felkapcsolom a nappali fényt, akkor ilyen. Elől is fut, és ugyanilyen. Ami érdekesség van az autóban, még nem 100 méteres gyorsulásokra épült. Van rajta egy egyedi felfüggesztés, sportfelfüggesztés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy okos ember, aki építette az autót, neki köszönhetem, és össze van válogatva több apró dologból. Nagyon kényelmes, nem ráz, nem ver, stabil az autó, nem borul meg, és pályán tök jól ki lehet használni. Tehát ezelőtt volt egy ültető szettem TA, alacsonyabb volt egy centivel az autó körülbelül, de viszont volt egy jó érdekes kirándulásom, és még az agyvelőmet is kirázta a helyéről. Az nem ajánlom senkinek. Jó, de nem jó. Az autót azt használjuk. Az napi használat alatt van, tehát ez nem úgy van, hogy hétvégi autó, vagy valami. Naponta eve járok be dolgozni. Ezzel jöttem kirándulni, úgymondván. Igen, kirándulni. Hány kilométert adtél ebbe a konfigba? Eddig az autóban összesen, amióta nálam van, 16 ezer kilométer van. Tehát amióta nálam van, én 14 ezer kilométerben vásároltam az autót. Most van 16-ba. Megvigyázott autó volt, úgymondván. Nagyjából, mikor vásároltam. Érdekességek a motortérbe. Hát van rajta egy 63-as intercooler rendszer, egy nagy front mount intercoolerrel, ami nem látszik, kicsit el van dugva.
szerencsére jól meg lehet oldani a TT-nél. Van rajta egy nagyobb szívósor, gyári injektorok vannak benne, nagyon jól muzsikálnak, van benne egy VR6-ból vannak benne a trafók, igen, trafók, van benne egy Forge diverter, egyesek azt mondják neki, hogy lefújó szelep, igen, hasonló hangja van, mint a Supra-nak, de az Enos Turbo-nál diverter. Van egy Simota 26-os, azt hiszem 26-os külső levegőszűrő, ami le fog kerülni majd a lámpa alá. Van egy oil clutch, sajnos muszáj volt meglevegőztetni a motrot, mert már kicsit nem volt egészséges neki. Van rajta egy 76-os kipufogórendszer, katalizátorral, középdobbal és végdobbal, és így is durrog. Lángokat nem dob, de viszont durrog. Van egy nagyon szép ilyen eres feelingű hangja. Hát aki ismer az Enyos turbos motorokat, az tudja, hogy itt a tetején van egy csomó vákumrendszer. Na hát az az egész kuka, azt úgy, ahogy van, ki kell dobni. Gányolásait szokták mondani. Van benne egy Géredi turbonyomásmérő óra, ami analógba is mér, tehát maga a mánus is megy, de viszont digitálisan is méri a turbonyomást és az akkumulátor töltöttséget. Hát ez elég jó szerintem a turbos autóknál, mert azért na, jó látni, hogy működik a turbo vagy nem. 5 turbót cseréltem az autón, amióta nálam van, tehát tudom, hogy tehát eléggé szereti enni a turbókat. Öt darabot, igen. Abból volt egy kínai, amelyik 20 kilométert bírta, tehát úgyhogy mindenkinek ajánlom a kínai K04-es turbot. Van benne egy RS5-ös kormány, ez plug and play-be talál az autóra, tehát nem kell módosítást csinálni. Maga a karok, tehát a hátsó karokat fel lehet építeni neki, hogy a tempomatot szolgálja, tehát hogy ottan lehet fel és le, alá menni vele. S-line váltógomb, nem tudom, rekáró székek vannak benne, gyárilag persze, hátsó ülések ki vannak szedve, mert még egy kisgyerek se férne bele. Nagyon sokan azt mondják, hogy kicsi az autó és hogy könnyű. Hát nem könnyű, 1550 kg, azért árak a 4x4. Van rajta egy R32-es szárny hátul, optikailag, tehát ebbe az a lényeg, hogy gyárilag csak ez a kis szárny van. És van ez a toldat rajta, ami az R32-re került. Elég jól légellenállást ad kanyarokba, megdobja a szelet, és hasznos. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem hasznos, de hasznos. Mit vársz tőle? Hát... most? Nem tudom. Egy ötöst. Egy ötös? 5.0-át? Egy 5.0-át szerintem 100-ig megvágna. Vagyis hát remélem. Nem tudom, őszintén nem, soha nem is próbáltam gyorsulni vele 0-tól 100-ig, nem akartam nagyon kínlózni, mert azért a féltengelyeket eléggé töri. Ennek az autónak így se úgyse nem a 400 méteren van a lényeg, mert nem ott válik meg, mert benzin, szerintem akár még dízel megverni, egy épített dízel. De viszont ott 100-tól felfele, na ott kezdődnek a gondok, amikor már be van töltve a turbó, megvan az 1,4 báros turbónyomás, na ott már lehet haladni vele. 3 éve vagyok a tulajdonosa. Körülbelül, nagyjából azóta is építem. Az első 2 évenben többet volt szervizben, mint otthon, nálam, használatban. Kicsit meg volt gányolva a motra, szerencsére a barátom helyrehozta. Neki köszönhetem majd most azt, hogy tudok vele közlekedni, az ő találmányosságának. És ő is programozta az autót. Fennebb nem szeretnék haladni vele, ez így stabil, így is ki van csiszolva, azt hiszem majdnem a végletekig. Legelőször, mikor lemértük, 343 lóerőt teljesített, erő van, úgy mondván papírom is, ahogy szokták mondani. Van a telefonomban, hogy akarod, megmutatom szívesen. Van róla, igen. 343 lóerőt teljesített, de viszont ledadogott, és úgy voltunk vele, hogy akkor inkább kevesebb lóerő legyen benne, de viszont legyen stabilabb. És akkor visszavittük 310 lóerőre körülbelül, és az napi használatban nem volt olyan egészséges, de viszont ez most úgy van megoldva, hogy akár mikor megkérem, akkor jön, feldugja rá a laptopot, és egyből át van rakva a nagy lóerő, és így most pedig 280-on van. 280, igen. Ez így okés. Lehet vele közlekedni, lehet vele szórakozni. Ezt mindenkinek ajánlom, aki autót akar építeni, és lóerőkbe bele akar menni. Vagány, de azt meg is kell tudni tartani. Amúgy 9 évet gokartoztam versenyszerűen,
még fiatalkoromban. És még így is meglepetést akarok. És még így is. És még így is. És még tudna szerintem, még jóval bőven többet ki lehetne hozni belőle, hogyha több lehetőség lenne arra, hogy én is pályákra járjak, meg ezt ilyesmi. Ezt kérdezni, hogy szoktál? Nálunk közelben van egy pálya, de viszont nem megengedett, nincsen, tehát nincs úgymondván embereknek megengedve, hogy mennyi. Ha a csapathoz le vagy igazolva, akkor mehetsz a pályán. Jó, kiskapukkal ki lehet kerülni, hogy felkerülj a pályára, de viszont minden hétvégén van ottan ilyen, hát olyas, mint a kakucsring itt Magyarországon, azt hiszem. Csak jó, egy új pálya, újraépítve, jó aszfalta, jó mindenne. Egy nap, egy szett gumi. Tehát nem mindig kifizetődő a dolog. Nagyjából ilyesmiket tud az autó. Változtatás volt rajta elég, féltengelyeket tört eleget. 100%-os állapotra egy ilyen autót nehéz hozni. Tehát mindig lesz valami kis apróság, ami így is úgy is kérdezted, hogy lesz rajta valami változtatás. Egyelőre nem tervezem, de viszont most lehet, hogy lesz benne egy hangrendszer, vagy valami, úgy értem, belső téren. Most rá akarok hangolódni inkább a belsőjére, mert a külsejével és a motorikusjának elég sokat foglalkoztam vele. És szeretnék bele egy roll cage-et hátra, kicsit legyen stabilabb. Tudjuk, hogy nem legális, de na. Ezt akartam kérdezni, nálatok az nem? Nem, nem legális, nem. Azt tudjuk, hogy nem legális, de na. Még azért elnézik, na. Attól függ, hogy hogy van. Hát, ami érdekesség van még benne, mire kell odafigyelni szerintem, az az, hogy két betegsége van ezeknek az autóknak, a felmelegítése és a hűtése. Ez nem az az autó, amivel megindulok, megyek egy kört, szétrugom az agyát és egyből leállítom. Na hát akkor ott a turbócsere, tapasztalatból mondom. Ezért volt ez egy turbó? Ezért is, igen, ezért is. Nekem gyári leömlőm van még, de ahogy kinéz, szerintem cserés lesz az is, mert nagyon hamar megrepeszti. Főleg ez a durogás, csattogás, ez azért oda tud egy kicsit verni neki. Már nem egyszer kipirosítottam, úgy lángolt. Az nem egészséges neki. Ami érdekesség van, hogy amit kitalált ugyancsak a barátom, ezt megmutatom. Itt van egy vezérlő. Egy kis elektronika. Van rajta két lámpa, most nem látszik. Szóval be van kapcsolva. Na viszont ezeknek az autóknak van egy keringető pompájuk, vagy kevergető, amik átkevergeti, mivel hogy víz és olajhűtéses a turbó, átkeringeti a vizet. Van erre egy okos megoldás, amit kitalált ő, azt is ő programozta, hogy én viszont, hogyha csapatok egyet az autóval, hagyom 2-3 percet, mert sietek, vagy van valami dolgom, hagyom 2-3 percet alapjáraton, leállítom, bezárom az autót és elmegyek, az elektronika folyamatosan figyeli a vízhőfokot, hogy mekkora hőmérsékleten van a motor, mekkora hőmérsékleten van a víz, és addig forgatja a turbóban és a motorblokkban a vizet, ameddig, és a ventilátorokat is, persze van a hűtőradiátoron, hogy hűljön vissza, ameddig visszahűl optimális 90 hőfokra a motor. Van még okosság a turbotimer, hogy bezárod az autót, kivett kontaktháza, és addig forgatja a motort, amíg ő visszahűti magát, amíg úgy látja. De viszont most az nem tudom mennyire kifizetődő, hogy te lerakod az autódat, például itt a parkolóba, lezárom, befutok a Tescóba, mert most az van itt, befutok a Tescóba, és nekem itt jár az autóm. Kicsit hülyén néznek az emberek, még hogyha lehet, akkor hogyha egy olyan helyen vagy, ahol például hang vagy valami zavaró, akkor azért lehet, hogy a rendőrséget is kihívják rád. És azt nem hiszem, hogy mennyire kifizetődő. Szerencsére rendőrökkel nincs nagyon gondom, ezt el tudom mondani, eddig csak dicséretet kaptam az autóra. Soha senki nem kötelekedett velem. Ott nálunk is, mikor megépítettem az autót és elmentem vele műszakira, csak annyit kértek tőlem az ottani műszakisok, hogy vigyázzak az autóra, mert szerintük is nagyon szép, jó állapotban van, és tetszik is nekik, csak hogy vigyázzak vele, mert azért képes elszaladni a ménes. Mondjuk ez itt így szól, de viszont ha sebességben van és visszaengedem a gázpedált, azért kicsit nagyobbakat tudok. Tehát kumulábú, igaz? Aha, totálj meg és mehet. Jaj.
szarul rajtortam. Szép. 7.57 lett. Elve meg vagyok elégedve. De az ő se 5. Hát nem 5, majd felírjuk a nagy programot, kipróbáljuk. Talán 6 alá, talán... Én meg vagyok elégedve. 6, ez jó indulás volt. De amúgy ez jó. Ezt éreztem. Jó volt. Meg vagyok elégedve, teljes mértékben. Nem értem le életembe az autót, de meg vagyok elégedve vele. Jót húz.